A királyok. Az elmúlt idő. Boldogság. Búcsú. Búcsúzás. Élmények. Elmúló évek. Emlékek. Felejthetetlen. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. Felelősség. Futball. Függetlenség. Jövő. Kalandok. Kedvesség. Kopott könyvek. Kitartás. Köszönet. Legjobbak. Örök emlék. Lejöttem se próbálni a vihosszom godina. Már nem tudom még merre van, ott minden lépés nyomtalan, és minden hajnal szín arany. Szólj majd, szólok. És ha látom majd, ott azt mondják, hogy mindig béke van. Ha eleged van magadból néha, lehúz az örvény, tudom kevés a tréfa, de nem mindig a szép, az okos a kutya, mert a paradicsom felé mindig rögös a túra. Csoportalmak, vállalkozó szellemek, kreatívak, mindenben számíthattunk rátok, ha kellett, sportoltatok. Ha kellett, diszkót szerveztetek, ha kellett, plakátot készítettetek, ha kellett, táncoltatok, versenyeket nyertetek. A faluban nem volt rendezvény, úgyhogy ne vettetek volna részt rajta. Ugyanúgy öregítettétek iskolánk hírnevét is. Örültetek, sírtatok, veszekedtetek, kibékültetek, tanultatok, nem tanultatok. Figyeltetek órákon, volt, amikor fésülködtetek, szereztetek tanáraitoknak párűz hajszálat, ugyanúgy szüleiteknek is. Ami érdekessége volt a 8. as fiúknak, hogy nagyon előzékenyek voltak. Egyetlen egy generációban se tapasztaltuk ezt, hogy a fiúk az órákon előre vergették a lányokat. Tudtátok azt, hogy nincsen olyan hegy, amelyre nem lehet felmászni. Tudtátok azt, hogy nincs olyan akadály, amit nem lehet legyőzni. Kirándultatok, összetartottatok, széthúztatok, majd megint összetartottatok. Hát, hogyha összegeznem kellene ezt az egészet, akkor tényleg egy nagyon jó kis csapat voltok. Nem is tudom, hogy mit kívánhatnék nektek. Talán sok sikert, jó kedvet, vidámságot, kitartást. És azt is el kell mondani, hogy hiányoznak. Néha látom, merre van, ott minden dalnak színe van, és minden hangja szín arany. Szólj majd, szólok, én is, bár azt mondják, hogy nem kell kulcs, mert mindig nyitva van.
Öröm. Megszentjék tanítatatlanségeskedéseitekért. Ne dolgozhatjam, hogy drústva. Önállóság. Összetartás. Pobede. Pontosság. Posszafáre. Prijateljstvo. Sport. Szabadság. Szabadás. Kedves nyolcadikosok! Remélem, sok útra valót adtunk a tarisznyátokba, amihez majd mindig vissza tudtok nyúlni az életben, ha szükség lesz rá. Azt kívánom nektek, legyetek nagyon sikeresek, bármit is csináltok, bárhol is lesztek, és tudjátok, legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít. 8 évvel ezelőtt, amikor első osztályba indultatok, a tudás megszerzése volt a célotok. Azóta, mint a szorgos méhecskék, ti is gyűjtögettetek, több-kevesebb sikerrel. Ezután is legyetek szorgalmasak, gyűjtögessetek, mert az embertől csak egy dolgot nem tudnak elvenni az életben, ez a megszerzett tudás. Dragi osmáci, došli ste do trenutka u životu kada treba da donesete možda jednu od najvažnijih odluka vezano za izbor srednje škole. Verujem da je dosta nastavnika i roditelja vama pomoglo da tu odluku donesete i ja vas vezano za to neću savjetovati. Jedina stvar koju ja sada mogu jeste da vam poželim puno uspeha i puno sreće u onome što ćete da radite u vašem daljem životu. Örülök, hogy együtt dolgozhattam veletek az elmúlt években. Bízom abban, hogy megálljátok a helyeteket, bárhol is lesztek. Soha ne feledjétek azt, amit útra valóul kaptatok. Ehhez kívánok nektek jó egészséget és sok sikert! Allarma! El ritmo fatale! La bomba! Allarma! Utazás. Változás. Vidámság. Szórakozás. Szünet. Szuper. Továbbtanulás. Tükör. Új élet. Utálom. Vidámság. Zatvori oči. Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put, sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje, ljubiš me na ulici, uvek dođeš i zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, bude još jednom, poljubi me na ulici, neko kuca na vrata, zašto otvaraš strancu sa osmehom na usnama, ne znam da li je gotovo. Jó volt veletek, hiányozni fogtok, és remélem, hogy megtanultatok itt valamit, és én is sok mindent tanultam tőletek. Kedves nyolcadikosok, ti egy nagyon jó csapat vagytok, úgyhogy örülök neki, hogy barátkozhatunk. Igaz, nem sokáig, de jó volt veletek dolgozni. A jövőre pedig tanácsolni tudok nektek egy valamit, mégpedig azt, hogy legyen célotok, küzdjetek érte, soha ne adjátok fel, és azt jegyezzétek meg, hogy mindig van egy újabb lehetőségetek. Kad se setim naših časova razredne starešine, onda to mi je najlepše ostalo u sećanju, kada ste se okupili oko mene
I jednostavno pričali smo o svemu i svačemu. Nismo imali nikakvu obaveznu temu, ali smo tako razgovarali. Onda ste bili najljubazniji, najotvoreniji i najljepši za mene. I na kraju, htjela bih da vam kažem nešto što sam nedavno pročitala kad sam tražila neki lepi citat za vaš pano. Jako mi se dopao, jako su mi se dopale misli Paula Coelha, brazilskog pisca, koji je napisao nešto o čovjekovom životu i te misli da kako čovjek kreće neki novi cilj, da okrene novu stranicu svog života i seti se onih trenutaka u životu koji su bili najlepši i kada su bili najuspešniji. Ja vam želim da i vi se setite kada imate neke teškoće, kada ste bili najbolji, najuspešniji i da budete u tom trenutku setite se najlepše i najbolje vaše snage i onda ćete sigurno uspjeti u novim ciljevima.